Nincs büki élményem, az érdekes. Egy sátai rally sprinten mentem ezelőtt 10 évvel, annyi ilyen borsodi élményem van. A pályák nagyon tetszenek, ugye nagyon sokan mennek már ezeken a pályákon évek óta, úgyhogy várjuk. Mert nagyon jó pályák, én szeretem, tempós, van benne technikás, tehát így nagyon jó lesz szerintem. Izgalmas volt nagyon. Az első gyorsot nagyon elóvatoskodtuk, ott csak letaláltunk, mégis ott kaptunk is a többiektől azért rendesen. A második gyorsom elkezdtük felzárkózni, meg ezen megcsúsztunk vagy kétszer, nincs elég jó gumink erre a vizes aszfaltra, de itt vagyunk és a második körül meg támadunk.
Van szomorúság, mert végülis mi hibáztunk a navigátorommal. Egy korai érkezés az egyik gyorsnál, és kiadtuk a menetlevelet, és kaptunk egy perc büntetést. Azt megmondom őszintén, megpróbáltam ledolgozni, megpróbáltam a lehetetlent. Nagyjából még majdnem, hogy sikerült is volna, de nem akartam nagyon-nagyon sokat kockáztatni. Tehát én nekem az fontosabb, hogy beérek a célba és gyűjtsem a pontokat, mert az évvégén nagyon kell. Nagyon sajnálom, hogy Tim Gábor kollégám kiesett, meg a Honda Civic-es Neo is. Ők előttem mentek, nagyon ügyesek voltak, csak Tim Gábornak volt egy műszaki problémája, mondom Neónak is. Itt vagyunk, nagyon-nagyon tetszett. Tehát összes gyorsan azt tudom mondani, hogy mindegyiken jól mentünk. Sokat, az is hozzátartozik, hogy volt, hogy én is hibáztam, tehát elborult az agyam, és voltak olyan kanyarok, amiben nem kellett volna annyira belengednem. De én mégis belengedtem, mert próbáltam a kocsinak a határait kiautózni. De örülünk, hogy itt vagyunk, az eredmény az nagyon pozitív. Sok szakasz győzelem van, úgyhogy nagyon várjuk a következő futamot.